nema više sunca. Nema više meseca. Nema tebe, nema mene. Ničeg više nema jo. Mesečina, mesečina, joj, 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 sunce sija, sunce sija, joj, 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 sa nebesa zrak probija. Mesečina, mesečina, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj, sa nebesa zrak probija. Niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to sija. Üdvözlöm a Minimárt Family TV hallgatóit és nézőit. Elérkeztünk a szeptemberi első adásunkhoz. Amint említettük a programajánlóba is, ez egy speciális adás lesz, szóval a szerb kultúrából kaptak ízelítőt. Andrea Jéger vagyok. A műsor első felébe régi talált otthoni bakaliteket fogok nektek felrakni. Természetesen ezek szerb balkán zenék. Majd később Fazekas András jön, és utána Füst Péter is fog nekünk egy kis élménybeszámolót tartani. Addig is jó kikapcsolódás a zenéhez. Sziasztok!
kenocsi, vita me moja mati, šta tvoja duša krije, zašto ti srce pati, šta tvoja duša krije, zašto ti srce pati. Pomalas
se života mi Bog. Oj, devojko mala, ubio te Bog, uzet ću te lutkice, života mi su mostarski dućani, još su ljepši mladi Bazerđani, a najljepši Bazerđan Mustafa. Šeta suljagina pata, aj pošetala do mostara grada, luda pata po mostaru sama, aj ona traži moju Bazerđana, nađe moju u sedmom dućanu. Aj, bolan mujo, daj mi oku zlata, aj, bolan mujo, daj mi oku zlata. Nemam, nemam suljagina pato, aj danas pato, ja ne mjerim zlato. Tereziju nosili ja rani, aj pa se nešto Terezija hvali, nego dođi magaza ovamo, aj uzmi zlata koliko ti drago, aj uzmi zlata koliko ti drago. Prevari se suljagina pata, aj prevari se žalosna joj majka. Uđe pata u magazu sama, aj za njom mujo sa mandali vrata. Uđe pata u magazu sama, aj za njom mujo za mandali vrata, aj za njom mujo za mandali vrata. Stalno gledam tvoju sliku, pa grudi mi vatrom gore. Tvoje usne nasmejane, samo što ne progovore. Sliku tvoju ljubim, šapćem tvoje. Yeah.
da mi nije slike tvoje. Tuga bi mi veća bila, ti si mene opčinila i za uvek osvojila. Svi put tvoju ljubi, šapće tvoje ime, vetar nosi reči, ne zaboravi me. Svi put tvoju ljubi, šapće tvoje ime, vetar nosi reči, ne zaboravi. Davno mi ti ne pišeš, što te nema da se javiš. Oj, ljubavi najmilija, nemoj da me zaboraviš. Svi put tvoju ljubi, šapćem tvoje ime. Show me your money.
prođe i ruke mu daje, misli majka njegova je. Peva mi tuguje, svaku pesmu odvolujem, pevaću i bolovaću, s bolnim srcem i umreću. Peva mi tuguje, svaku pesmu odvoluje, pevaću i bolovaću, s bolnim srcem i umreću. Odavno nisi moja, srušena je naša sreća. Često meni u snu dođeš, srce prese i sad seća. Često meni u snu dođeš, te se i sad sreća. Dozvoli mi da te zaboravim, to je sada želja moja. Dozvoli mi da te zaboravim, ne treba mi lažna ljubav tvoja. Slomila si našu ljubav, do nikako nisi smela. Šta sad vrede tvoje reči, oprosti mi, nisam htela. Šta sad vrede tvoje reči, oprosti sam tela. Dozvoli mi da te zaboravim, to je sada želja moja. Dozvoli mi da te zaboravim, ne treba mi lažna ljubav tvoja. Sad odjednom ti se vraćaš, uspomene da probudiš, ali shvati neću ljubav i te laži što mi nudiš, ali shvati neću ljubav. Dozvoli mi da te zaboravim, to je sada želja moja. Dozvoli mi da te zaboravim, ne treba mi lažna ljubav tvoja.
molim ih da te zaboravim. To je sada želja moja, dozvolim ih da te zaboravim. Ne treba mi lažna ljubav tvoja. Zaljubav tvoju
za ljubav tvoju mlado sam dao. Za lažne riječi ja nisam znao. Sada si mi obećala da će samo moja biti, da će samo, samo meni svoju ljubav pokloniti. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Vrati mi se oba sjajme, jer mi sunce ne sja više. Obriši mi suze s lica, nek zaborav bol izbriše. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za lažne riječi ja nisam znao. Za ljubav tvoju mlado sam dao, za drugu ženu ja nisam znao. Draga moja, kraj penđera svoj. Ne dan gubi duge noći, jer ja više neću proći pokraj dvora tvoj. Proljeće mi kitom cvijeća maše s brijega, ja se topim po na suncu gruda snijega. Ljubiti te dušo neću, polovat ću i umrijeću, željan cvijeća proljećnog i ljepote lica tvoj. Ljubiti te dušo neću, polovat ću i umrijeću, željan cvijeća proljećnog i ljepote lica tvoj. Da sam sevda, nisam dao svoj, i svu mladost tebi najdražo. Još bih gledo đerdan zvijezda, slušao divnu pjesmu gnjezda, uska priđih tvoj. Moj sevdaku, ja te neću kletvom kleti, jer ko ljubi taj za ljubav zna i mrijeti. A ja žarko ljubit znadoh, što ima doh sveti dadoh, do života mlađano. Tužna rano srca moj. A ja žarko ljubit znadoh, što ima doh sveti dadoh, do života mlađano. Tužna rano srca moj.
srce moje. Thank you.
kako mi draga ispeci. Baš koga je draga dušo za tebe. Kraj tebe. Ja ću doći oko pola noći da sjednem kraj tebe. Draga razmijesti, baš koga je draga dušo za tebe.
tužan i sam. Čekam je ja. Da će mi doći tužan i sam, čekam je ja. Daleko me nosila ptica srebrnih krila, u zemlju kojoj je nekad i ona bila. Toliko sam želio sreću i ljubav bez kraja, ali život me odnio dalje, daleko od nje. Sziasztok! A beszélgetős műsor mindjárt elkezdődik. Megérkezett hozzánk Fazekas Andris. Egy kis átállás lesz. Tartsatok velünk! Addig is zene. Jó szórakozást! Ja te pratim u ruci mi strela, čas te vidim, čas ne staneš, senka ti je bela. Jedne noći, tamne noći, bez mjeseca ja ću tebe svesti, dragi. Ubit ću te kao zeca. Pada zvezda, padalica, pada soko siva ptica, pada osmeh samog lica i sneg pada pre Božića, pada čovek posle pića, pada duša od umora. I noć pa nekad je zora, pada, 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 šta to pada? Pada, pada! Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti, dragi, pasti. Pada, 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 šta to pada? Pada, vlada, pada, 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 vlada! Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti, dragi, pasti. Pada, 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 šta to pada? Su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti, dragi, pasti. Pada, 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 pada. Šta to pada? Pada vlada. Pada,
glas nestane, senka ti je bela. Jedne noći, tamne noći, bez meseca, ja ću tebe svesti, dragi. Ljubit ću te kao zeca. Pada zvezda, pada lica, pada soko siva ptica, pada osmeh samog lica i sneg pada pre Božića, pada čovek posle pića, pada duša od umora. I noć padne kad je zora, pada, 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 šta to pada? Pada mora! Već su mnoge pale vlasti, pa će šiti dragi pasti, pada, 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 pada. Šta to pada? Pada, pada! Već su mnoge pale vlasti, pa će šiti dragi pasti. Pada, 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 pada. Šta to pada? Pada, 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 pada. Šta to pada? Pada, pada! Već su mnoge pale vlasti, pa će šiti dragi pasti. Pada, 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 pada. Šta to pada? Pada, vlada. Üdvözöljük a kedves hallgatókat innen a Pomázi Miniklubból, Víg Tímea vagyok, ez a szeptemberi első adásunk. A mai vendégünk Fazekas András lesz, aki a szerb népi táncról és a népzenéről fog beszélni. Szia András, hogy vagy ma? Mutasd be magad, honnan jöttél, merre tartasz, tudod, stb. Stb. Köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a kedves nézőket. Fazekas András vagyok, itt lakom Pomázon, és szerb kultúrával, zenével foglalkoztam hosszú ideig, és még mindig mai napig táncolok. És végülis mielőtt is kezdhetném az egészet, mint bemutatni a szerb kultúrának az egyik legfontosabb egyik legfontosabb részét, a szerb népviseletet. Különböző vidékeken és különböző táncoknak különböző viseletei voltak. Voltak például normális, sima makedóniai viseletek, többféle, akár egy sima ing, egy mellény, egy fekete nadrág és csizma, akár az opánke, mint bocskor más néven. Ez egy bőrből készült cipő, ami, hogy is mondjam, egy ilyen sima kis ilyen szandálhoz hasonlító, kunkori elejű kis bőrrészről az elején. Ez egy nagy ilyen motívum, én kulcstartól láttam, meg szoktam néha ilyen ábrázolásokon látni. Na, mesélj még, milyen viseletek vannak? Például a Vránya vidéki viseletekről sokat nem tudok mondani, de a vlach, a vlach viseletek, legfőképpen barna nadrágból egy ezüst szövet mintával, legalábbis nekünk a népviseletünkben úgy van, egy barna mellény, egy fehér ing, és mondom, a barna nadrág ugyanezzel a kis opánkéval, kis kunkori elejű cipőcskénkkel. És természetesen ott van, hát a Vránya vidéki táncunk, a Vránya, mi máshogy szoktuk nevezni, egy kicsit ilyen törökös jellegű beütése van a viseletünknek, egy úgymond budgyos szövetnadrág, ilyen nagyon kellemes anyagból, és egy sejeming, az opánkja természetesen megmarad. Egy bordó sejem pojász, ja igen, a pojászok. A pojász az végül is egy szövet darab szerűség, amit a derekuk köré tekertek az emberek, és azt használták övként. Hát az már más kérdés, hogy mi úgy viseljük, hogy
zieresztűvel tűzködjük meg, nem pedig beakasztással, ahogy régen csinálták, hogy megkötötték. Hát ezt azért meg lehet úgy is oldani, hogy annyira ne látszódjon ez a zieresztű. Azért ismerem az ilyen praktikákat, nő vagyok, szoktam én is. Ezek szerint akkor te most meséltél erről a milyen vidéki, mondjad még egyszer? Melyikre gondolsz? Hát amit ti táncoltok, az, mert mondtad, hogy ti is ezt csináljátok lényegében. Sokfajta táncunk van, és sokfajta vidékről táncunk, például Vranje, Makedón, persze Pomász környéki táncokról is van nekünk egy gyűjtésünk. Tudnélik, az Opánke Kulturális Néptánc Egyesület, ahol én táncolok, volt az első olyan táncegyesület, aki összeszedte a helyi Pomász környéki kultúráknak a szokásait. Persze a szerbeket, mi másról lehetne szó, mint ahogy az adás is mondja nálunk. És végül is ebből a gyűjtésből jött létre egy pomázi lakodalmas koreográfiánk. Normális pomázi szerb népviselet, még korabeli század elejé népviseletből, ami egy hímzett mellény, egy ing, egy fekete nadrág és egy csizma, egy bőszárú csizmából áll. A lányok viseletet természetesen az fodrosabb, szebb, színesebb. Igen. Természetesen a szokás vagy legfőképpen, hogy hogyan zajlott le. Ez az egész pomázi lakodalmas koreográfia azt mutatja be, hogy hogyan zajlott le egy akkori szerb esküvő vagy lagzi. Akkor ezek szerint ugye mondtad, hogy így igazából területi egységenként eltér a tánc meg a viselet valamilyen szinten. Hogy mondjam neked? Akkor ti többféle táncot táncoltok végül is. Mesélj róla, hogy melyik milyen, van-e pörgősebb, lassúbb, hogy vannak a lépések, így mutass be egy kicsit. Hát így bemutatni így most, szemléltetni nem nagyon fogom. Elméletben, rendben. Hát a legtöbb táncait mit csinálunk, az pörgősebb, de természetesen lassabb lépésű táncaink is vannak. Például, amint említettem, ez a pomázi lakodalmas. Vannak ugyanúgy lassú, szép, hangulatos részei, amik tényleg érzelmi és mindenféle érzelmet kivált az emberből. Némelyek sírni szoktak. Tényleg egy nagyon szép részei vannak annak a koreográfiának, de persze ott van maga a pörgősség, ami egy lagziból nem hiányozhat. Hangulat az nem maradhat el, persze. Hát is persze ott a lakodalmas, nem lakodalmas, a makedón tánckoreográfiánk, az hát a sok vidéki tánckoreográfiánk mellett az egyik legpörgősebb táncunk. De hát igen, lépéseiben is nagyon, néha nehéz, néha nem. És te amúgy mióta táncolsz? Mikor kezdted el ezt az egészet? És hogy jött egyáltalán, hogy így elkezd? Mi inspirált arra? Hát én még, hát én milyen magyar születésű gyerek vagyok. Gyerek. Én ide jártam óvodába, még annó a Bracsával, a pomázi 2-es számú, akkor még pomázi 2-es számú óvodába. És annak a szerb csoportjába. Ott ismerkedtem meg a szerb kultúrával, és 1996-ban kezdtem el táncolni. És azóta folyamatosan mai napig végig táncolok. Egy-két kihagyás volt nálam, sérülésekből, meg ilyen okokból, de úgy folytatom és aktívan táncolok. Akkor te lényegében így belenőttél ebbe az egész dologba és kultúrába, akkor te nagyon benne vagy már. Hát ha nagyon benne nem is, de ebben nőttem fel. Mondtad ugye, hogy itt Pomázon is van ez a tánccsoport. Pontosan hol található meg, és milyennek a neve? Hogy lehet erre rákeresni? Az érdeklődőknek úgy mondanám, hogy van egy oldalunk, a opanke, www.opanke.at.hu, ahol többet is olvashatnak magára a táncsoportnak a történetéről, hogy hogyan indult, milyen sikerei voltak, és hogy milyen a felállás mostanság. És aki úgymond vizuális érdeklődést mutatna, vagy ki szeretné próbálni a táncot, meg szeretne jelentkezni hozzánk, az megteheti péntekenként a Pomázi Művelődési Házban 3-6 órától. Milyen korosztályok szoktak hozzátok járni? Hát mostában változó, nálunk a mi csoportunk, a felnőtt, úgymond felnőtt csoport
egészen 16 éves kortól 34 éves korig terjed. Ugyanúgy megvannak nálunk az óvodás, idősebb óvodás és kisiskolás csoportban, így, mint egy kis csoport, és most ne pár hónapja indult a felső tagozatos, úgymond felső tagozatos, a senior tagozat, ami anyukákból és tanítónőkből áll. De nagyon ügyesek, és most tervezünk egy közös koreográfiát ezekkel a tanítónőkkel és anyukákkal. És mennyi érdeklődő van erre, azért mennek? Érdeklődni érdeklőnek csak ritka, aki oda jön hozzánk, remélhetőleg most már beindul egy kicsit úgymond az üzlet, és jönnek majd többen is. De amúgy is nagyon sokan vannak így, hogy nem is csak a szerb népi tánca, bármilyen tánca, hogy elmennek, és azért még eleinte nehéz feloldódni. Akkor csak nézelődnek egy kicsit, hogy megy ez a dolog, de azért vannak, akik tényleg komolyan gondolják, és akkor így. Mennyire tanulható nehezen a tánc egyébként? Nálunk nem teljesen nehéz maga a tanulás, mert mi nálunk végül is úgy kell mondanom, hogy jó hangulat van, nagyon jó állandó, nagyon jó hangulat van, és mindenkivel foglalkozunk, akinek nehezebben megy, azzal külön leállunk foglalkozni, és lépésről lépésre lebontva megmutatjuk nekik a lépéseket, és úgy tanítjuk meg őket. És amikor már nagyon jól megy, nekik beállítjuk őket koreográfiába, és akkor úgy tudjuk őket is színpadra felvinni. Nem semmi azért, hogy így foglalkoztok mindenkivel, azért van olyan, én is jártam táncolni, persze ez más tánc volt, el voltunk maradva egy páran, nem figyeltek nánk, és simán elküldtek úgy fellépni, hogy abszolút nem ment néhány embernek. Fellépni szoktatok valahol? Persze, természetesen volt sok fellépésünk. Most lesz egy, fellépésnek nem mondható, de egy megjelenés. Kalászon lesz most egy esemény, most így hirtelen nem emlékszem a nevére, azt hiszem a Kövek éneke Budakalászon a Művelődési Házban, és ott fog az opánkének pár tagja, köztük én is megjelenni, és ott részt vesz az ünnepségen. Még milyen lehetőségek vannak így Pomázon kívül, így a körzetben esetleg, milyen tánccsoportok vannak még? Tánccsoportok így környéken, mint szerb tánccsoport, akikről én úgymond tudok, azok hát Budapesten a Tabán táncegyüttes, és Csobánkán a Rosmarin táncegyüttes, akikről én tudok, akik régebben még opánk és anyukák kezdték el, és ők később kiváltak, mint Rosmarin táncsoport. És ilyen nem is tánccsoport, hanem inkább úgy kérdezem tőled, hogy ilyen az a kis táncházak, amikor ugye az ember elmegy, és tudod, olyan sokan táncolnak és mulatnak, ilyen szokott lenni? Persze, természetesen most volt nemrégiben, két héttel ezelőtt Szentendrei szerb búcsú. Az Szentendrei volt hátul a Kocka parkolónál a Dunakorzón, egy hatalmas szabadtéri koncertszerűség, ahol mindenki táncol, iszogat, jól érzi magát, ahogy akarják. Most legközelebb nem tudom, mikor lesz, de a szilveszteri nagy szerb szilveszteri buli, az itt lesz, itt szokott lenni, itt kerül megrendezésre Pomázon állandóan a Művelési Házban január 13-án. Erről már én is hallottam, sose sikerült igazából még meglátogatnom ezt a dolgot. Pedig egyszer igazán elmennék, azért érdekesnek hangzik. Én, az a baj, hogy én itt élek Pomázon, és tényleg én nem tudom, hogy milyen tánccsoportok, milyen rendezvények, mit vannak itt. Én teljesen tájékozatlan vagyok, nagyon jó, hogy eljöttél, és itt felvilágosítottál engem is. És akkor mit tudsz ajánlani esetleg az érdeklődőknek, így összefoglalva végül is? Én legfőképpen a szerb zenét tudnám ajánlani, hogy mindenki nagyon ismertes az interneten manapság, mert ez egy teljesen népi dologgá vált. Ha úgy veszük, a YouTube-on például bármiféle szerb zenét, ha angolul beírják, hogy Serbian songs, vagy folk songs, bármit kibír hozni, és így rengeteg, nagyon sokféle szerbiai környéki, albán és egyéb másféle zenék is vannak. Tudom ám, hogy mire gondolsz. Hát nem politika, nem. Tényleg rengeteg. Akár táncokról is lehet videókat nézni. Az oldalunkon is van egy-két táncról
egy próba videónk, ahol egy próbánk van lefilmezve egy régebbi felállásban, és van egy fellépés videónk ez a bizonyos opankel.atv.hu oldalon. Azt megjelzem, hogy az oldal még nincs teljesen készülőben van, de igen. Értesültem arról, hogy te tangó harmonikáztál pár évet, elég sok évet beszélgettünk erről még az adás előtt. Hogy jött ez neked, hogy tangó harmonikáz? Miért pont a tangó harmonikáz? Mindig megkérdezem aki zenél, hogy miért pont azon kezdett el zenélni? Hát nekem a tangó harmonika iránti szeretetem a táncból jött, mert volt régen egy kísérőnk, aki minket harmonikán kísért, amikor még kisgyerek voltam és kis csoportban táncoltam, nevezetesen Stankis Nándor, aki most Szentendrénél. És nekem nagyon tetszett a maga a harmonika, a szerv zene, maga a számoknak a pörgősége, és meg úgy alapjáraton ennek a végés egy csodás hangszernek a hangja. Tényleg ez a tényleg csodálatos hangszer, a hangja is nagyon szép. És nekem nagyon megtetszett. Igen, a hangját az sokak ismerik, nagyon jó hangja van tényleg, de én így ránézek, és én még sose láttam egyébként élőbe tangó harmonikát, csak is itt a Praccánál, így először. Nekem nagyon bonyolult hangszer, én nem gondoltam volna, hogy ennyi minden van rajta. Bemutatod ezt nekünk, hogy így a többiek is tudják, hogy így miről van szó? Így vázlatosan bebírom mutatni. Lényegében a mai tangó harmonikák három főbb részből állnak össze. A sípokat és a billentyűket és a mechanikát tartalmazó két oldalsó részből és a középső légszekrényből, ami a sípoknak a levegőt biztosítja. Levegő akkor kerül bele, amikor lenyomunk egy billentyűt és megszólaltat egy sípot, minek következtében tágulni kezd a légszekrény és ezzel kapja a levegőt. Nagyon érdekesség, hogy az első hangszer, amit tangó harmonika néven, vagy harmonika néven szabadalmaztattak, az 1829-ben Bécsben került ki egy Cyril Damien nevű, vagy Damien nevű orgona és zongora készítő keze alatt. Én néztem egyébként, én ezt nem tudom, hogy működik, lehet, hogy nagyon nagy butaságot fogok mondani. Zongorázni is tudni kell ahhoz, hogy te tudjál tangó harmonikázni? Nem kell teljesen tudni zongorázni. Úgy tartja mondás, meg saját tapasztalatból mondom, hogy aki tud tangó harmonikázni vagy zongorázni, az jobb kézzel mindenképpen fog tudni mind a kettőn. Hány évig tangó harmonikáztál pontosan, mondd el a többieknek? 8 évesen kezdtem el harmonikázni, és fél éve hagytam abba, bizonyos okok miatt. Itt tanultam a Pomázi Teleki Vattai Zeneiskolában, amelyiknek a régen még Pomázi Zeneiskola volt, és a székhelye a király, Mátyás Király Általános Iskolában volt. Ott volt nekem szolfézsim, és egyéb meg harmonika órám a művelődési házban történt végig, Szokolai Zoltán tanár úrnál. Aztán, mint elkezdtem harmonikázni, egy évvel később figyeltek fel rám többen, köztük Janka László, aki később a zenekar alapítója lett, főbb alapítója lett, és megalakult az akkoriban még Opáncsiki néven indult zenekarunk, szerb kis kulturális zenekar, a legfiatalabb zenekar voltunk a környéken, annak még 1999. novemberében. Hát ez azért nem semmi, akkor te azért ezt komolyan üszten, tényleg zenekar, meg minden zenesuliba tanulni. Nagyon nehéz volt megtanulni rajta játszani? Eleinte nehéz, de csak a bal keze miatt, a balkezes rész, a basszus billentyűzet miatt, a basszus gombok miatt. Eleinte általában az első résznél, az első években azt tanulják meg a tanulók, hogy a basszusban melyik gomb melyik. Nehéznek tűnik, de van egy trükkje. Az alapbillentyű, amit használunk, az a C. Mindig a C-nél, az E-nél, ezt mai napig nem tudom, hogy micsoda, bevallom mindenkinek. Lebuktam, kész, lebuktam. Szokolai Zoltán. Te is, mert abba hagytad. Ott a pont. Szóval alapjáraton
3-4 billentyűt kell megjegyezniük, plusz, hogy... No. Végülis a kezdő része annyi, hogy a legfőbb billentyű a C, aminek be van egy kicsit vésve a teteje. Mellette van egy G-dur, egy G, sima G-billentyű, másik oldalán egy F, fölöttük pedig a dur, a mol, a terc és a szűkített hangnemek. Nehéz. Hát ez rengeteg gomb. Ránézni is rossz, komolyan, nem, hogy még játszani rajta és kikeresni a dolgokat. Hát nem csodálom, hogy azért nem találtad. Nem, eleinte nem ekkora 120-as billentyűzetű harmonikával kezdenek, hogy neki is 40-essel, amint csak 40 basszus gomb van. Azon nincsen rajta a szűkített sor. Talán még a terc sincsen rajta, és nincs ennyi. Nem ennyi gomb van rajta, csak így 40. Utána feljebb mennek 60-asra, 80-asra, és legfelül a legvégső szint az a 80-as helyett a 120-as. De folyamatosan nekem az volt a vicces állandóan, hogy mindig amint kinőttem egy harmonika mögül, hogy végre kilátszottam, ami mindig nagyon kisgyerek voltam, nagyon pici voltam, mély növésű. Amint kilátszottam egy harmonika mögül, mindig nagyobbat kellett venni, és megint nem látszottam ki a harmonikáim mögül, úgyhogy vicces volt. Igen, igen, hát a gyerkőcöknek ezért van rossz dolga, is pont itt meséltem neked, hogy a gitárommal hogy jártam. Én is óriási gitárt kaptam, nem tudok rajta mai napig se játszani normálisan, nem nőttem meg. De ennek azért nagy súlya lehet ennek a 120-asnak, ugye 120-as azt mondtad, nagy súlya van, hány kiló lehet kb? Körülbelül úgy tokkal együtt, vagy csak úgy magában így felakasztva az ember vállára, hogyha álló koncertet ad, mert ülő koncertben nem olyan nehéz, mert eloszlik a súly, de körülbelül olyan 25-30 kiló maga egy harmonikának a súlya. Azért edzett derék kell ez a dologhoz, nem? Kell, nagyon kell. Na, valami van még, amit hozzátennél a dolgokhoz esetleg? Ismételten csak annyit, hogy a tánchoz várnak szívesen a jelentkező, és szeretettel várunk mindenkit, aki kipróbálná és eljönne. A weboldalt akkor még egyszer elmondjuk, hogy ne felejtsétek el, jegyezzétek meg, hogyha meg akarjátok őket nézni, kíváncsiak vagytok, akkor a... www.opanke.atw.hu weboldalon tudjátok őket megkeresni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, te még itt maradsz velünk azért beszélgetni. Időközben megjött Füst Péter, aki a szerb kézművességről fog beszélni többek között, mert ez egy eléggé tág téma. Szia, Big Tíme. Igen? Találkoztunk? Beköszöntünk, nem találkoztunk még, elnézést érte. Peti, mutatkozz be, hogy vagy? Köszönöm, jól vagyok, bár mondjuk egy ilyen fárasztóbb, hosszabb, igen korán kezdődött nap után, amiért eleve elnézést szeretnék kérni mindenkitől, meg mondjuk nem tudom, hogy merre van éppen a kamera, tehát hova nézzek, rád vagy a kamerára. Jó, köszönöm. Tehát mert legutóbb, amikor itt jártam, akkor nem ott volt. Na most nyilván, hogy én itt ehhez a kultúrához kötődő dolgok miatt lettem hívva. Egyrészt ugye olyan emberként, aki mondjuk úgy a mellettem ülő Fazekas Andrásnak kollégája is, mint táncos. Na most emellett ugye, aki ismer, az tudja, aki nem ismer, annak most elmondjuk. Bráca szerb kézművességet említett. Én meg inkább úgy mondanám, hogy ez mondjuk az életemnek egy olyan, meg a tevékenységemnek egy adott részét képviseli, mert egyébként faszobrászként tevékenykedem, és ezen belül mondjuk a szerb dubor ez, ami tulajdonképpen a dombormű készítés, elsősorban fából. Most ugye ehhez tudni kell, hogy az ortodox egyházművészet kerülje a szobrok készítését, illetve mondjuk úgy, hogy gyakorlatilag szobortilalom van. Ennek az oka az, hogy a szobor, mint térbeli megjelenítés gyakorlatilag, főleg a régi időkben vezetett egyfajta bálványimádás felé. Egyébként ugyanez volt az ikonokkal is, és bármiféle képi ábrázolással is, amik aztán elfogadottá váltak, sőt, ezek nélkül ma már ez a fajta egyházművészet nem is létezhetne, amilyennél mára lett, illetve nem mára, hanem több száz évvel ezelőtti időszakokra, mert ma sajnos megvan az, hogy amikor
beköszöntött a barokk, ami aztán beköszöntött a magyarországi szerb egyházművészetben is, fokozatosan elhalt a bizánci hagyomány, ami aztán még későbbi időkben elkezdett újra föléledni, de ez a föléledés tulajdonképpen már másolásból állt. Na most én nálam meg ugye én vagyok ugye, tehát nekem nem szólhat senki semmiről és semmi miatt. Igyekszem ezt a hagyományt úgy követni, hogy a régi elemeket használom, anélkül, hogy áthágnám a úgynevezett szabályokat, és úgy teszem hozzá magamit. Most így beszélni, hogy ülünk egy stúdióban, itt egy mikrofon, itt vagy te, meg itt ül mellettem még valaki, és szobor sehol, így elég nehéz. Most a főszerkesztő úr, Jéger Bráca, föltett egy linket, egy lehet, hogy talán soha el nem készülő oldalamról, mert ugye ezt az oldalt én egyrészt elkezdtem elkészíteni magyarul, a szerb fordítás az idő és lustaság kérdése, ezen kívül pedig még ott török-angol változatban is szeretném olvashatóvá tenni, hát nem tudom, mikor lesz meg. Na most az oldalamon belül a szobraimat bemutató aloldal linkjét, ha minden igaz, föltette most már. Tehát adás közben, vagy adás után, vagy amikor kinek mikor tetszik, akkor meg lehet nézni. Tehát akkor ott tudjátok megtekinteni Füst Péter munkáit. Hát így mióta csinálod ezeket a faszobrokat? Ez elég régen kezdődött, és Isten igazából nem is fával. És ráadásul rettenetes bajban vagyok, mert ahányszor interjút kell adnom, én valahogy annyiszor megfeneklek az egésszel, mert ugye megkérdezik, hogy mióta csinálom, meg hogy ez honnan jött, meg hogy jött. Mert ugye még egy zenésznél úgy valahogy jön, tehát kapott valamennyi tehetséget, aztán vagy elküldték a zeneiskolába, vagy talált egy hangszert, és rájött, hogy nagyon megy neki. Na most, ez akárki milyen fajta képzőművészet, hogy a tágabb körben értelmezzük, ez ugye elkezdődik egy gyereknél, úgyhogy azért a legelveszettebb gyerek is rajzolgat, aztán van tehetsége, akkor jó rajzolgat. Aztán, hogyha találom valami mást, akkor nyúl ahhoz is. Na most én nálam ez konkrétan, amikor már kezdtem olyat csinálni, amit mondjuk az legtöbb átlag gyerek nem csinált, ez volt olyan 5-6 éves koromban, és érdekes módon nem is fával, találtam egy valami levesből kidobott marhacsontot, vagy nem tudom, hogy mi a fene volt nagyapáméknál, és egy ilyen reszelővel elkezdtem valamit kihozni belőle, hát lett valami általán sem igazán tudott állatfigura, vagy E.T., vagy nem tudom micsoda. Te legalább már igyekeztél akkor is. Igen, tehát gyakorlatilag azt nevezhetem az egész kis plasztika és nagy plasztika és mindenféle térbeli megjelenítés művészet első lépésének nálam. Csak az úgy jött fokozatosan. Na most tudatossá, hogy mikor vált, már általános iskolában is, sőt, szoborpályázatra adtam be munkákat, és a többi, és a többi. Aztán olyan, hát amikor ugye én is a tinédzser korba jutottam, voltam egy jó, elég furcsa és elveszett gyerek, valamivel ki akartam tűnni, hál' az Isten, tudtam is vele. Ugyanúgy, ez körülbelül egy olyan fajta kezdet, mint amikor nem egy zenész meséli, hogy ő azért kezdett gitározni, mert az olyan menő volt. És hogyha volt hozzá tehetsége, akkor jutott is vele valahova. Na most én ezzel is jutottam valahova, bár amikor az általam faragott farózsákkal, amiből szintén van egy példány ott a honlapon, és mondjuk elég sokan csajoztak vele. És ezt követte az, hogy már olyan 20 felé járhattam, tehát én közben vegyipari szakközepet végeztem, vegyésznek tanultam. Ennek az oka az volt, hogy szüleim megmondták, hogy a művészeti iskolába adni egy gyereket eléggé nagy hazárjáték, mert most lehet, hogy elvégzi, aztán vagy lesz belőle valami, vagy nem. Hát emellett voltak nekem elég széles körű érdeklődésem volt gyerekkoromban. Ami most már bevallottam, mert talán elévült, tehát otthon lőport gyártottam, és a többi. És akkor apám azt mondta, hogy hát mondjuk abszolút nehéz ipari ágazatba ezt a gyereket adni szerinte lehetetlen lett volna, hát akkor azért menjen vegyésznek. Volt egy nagyon-nagyon jó iskola, 100 éven át működött sajnos, most már még névleg talán most is létezik, de már nem aként az iskolaként, ami volt. Egy évszázadon át ez a Petrik Lajos vegyipari szakközépiskola volt, de hát ott végzett olyan emberek, mint Demjén Rózsi, és még jó páran, tehát akik aztán lombikot nem fogtak a kezükben, de tényleg egy olyan iskola is volt, aminek a szellemisége valahol megadta azt a fajta támogatást az embernek, hogy ami neki tetszik, azzal foglalkozzon. És emellett a műszaki pályán is olyan volt, hogy aki mondjuk ezt az irányt folytatta, az vigyorogva járt be az egyetemre utána. Most annak idején kezdtem el komolyabban faragni, utána jött az, hogy hát az egy kicsit úgy nekem mások volt a műszaki, de azért még mindig lehetett valamennyire hinni abba, hogy majd azon a pályán valamit én csinálok.
akkor utána elmentem a könnyűipari műszaki főiskolára. Ott könnyűipari mérnök az analiz csomagolás technológia szakirányon, tehát nekem akkor ez már megvolt egy vegyész végzettség, egy műanyagos végzettség, és nem tudom mennyire itt ilyen elszállt szavakkal beszélni, marha nagy remény fűződött ahhoz, hogy majd ötvözöm a műszakit azzal, amihez esetleg van valami vénám, tehát hogyha mondjuk csak egy sörös címkét tervez az ember mához, és mondjuk egyik irányzat sem, irány sem jön rosszul. De mindegy, elvégeztem, mérnök lettem, és a többi. Visszatérve arra, hogy ugye azért most itt mégis szerb közösségen belül folytatott, meg annak a számára végzett képzőművészeti tevékenység, ott volt egy, nem 10 évesen megismert barátom, Gyurit Milán, aki jelenleg a Szerb Gimnáziumban tanít, többek közt rajzott, ő grafikusként végzett Újvidéken, a Viszárdon az ottani akadémia, főiskola, nem tudom mi, ezt értük, hogy a jobban. Én